A történet ugyanúgy kezdődött, mint annyi más, véletlenül. Mivel nem volt kéznél más, ő ugrott be a műhelybe, és innen már sírem volt. Hát az úgy történt, hogy a Vámosi Pisti bácsi az apósomnak a nagybátyja. És hát már nagyon idős volt, amikor én 85-ben leszereltem, és hát akkor, hogy kéne helyette valaki, és akkor megpróbáltuk, azt mondta az arák, hogy hát úgy gondolja, lesz belőlem köszörűs, és akkor így ömmeltől kitanultam, és így lettem köszörűs. Végül is hát majd azt mondom, családi hagyomány lett így már. És ezt a mesterséget hol lehet megtanulni? Iskolában, vagy csak öreg mesterek mellett? Ez csak így öreg mesterek mellett ellásni lehet. Erre nincs oktatás, és mind egyéb sok másra sincs, mind erre sem. Hát ezt látni kell. Tehát ezt csak úgy elmondani, hiába mondjál valaki, hogy ezt látni kell, hogy mik a fogások, meg hogyan megy. Tehát ezt ilyen elmondás alapján nem lehet megtanulni. Milyen a jó kés? Több mint 20 éves tapasztalat is sokat segít. Meg hát azért a gyártmánya, hogy gyártották, azért már sok mindent elárul. Ugye hát vannak a hagyományos szolingeniek, magyar kisipari termékek, azok jók, de azok a kínai, meg azok a dolgok a kicsit már azért hagynak kívánni maguk után. Tényleg, és mennyi a csúcs mondjuk egy hentesek, vagy egy éttermi profi szakmának? Hát most nézd, az 50-60 ezer forint, tényleg azok már profi kések. Egyben öntöttek, úgyhogy azok már nagyon profik, és rózsdamentes nyéllel már, ugye most már szinte követelmény. Parancsolj! Hát örülj, remegjél, mi? Megint törhetünk. Ja. Nekiállok majd kérlek. Nem jussak fel a falunak lesz. Nem. Gyere ki. Nem leszek itthon. Sütnek, főznek az anyja. Nem leszek itthon. Jó van, köszönöm szépen. Szávasz, Pist. Szokott-e tanácsokat adni a kuncsaftoknak, hogy hát, miután egy jól rendbehozott kést hazavisznek, akkor hogyan bánjanak vele? Hát, ha, tehát az ember az elszokta azt mondani, hogy azért, ha lehetőleg ne a fémen vágjanak, tehát ha darabolástja, akkor fán vagy műanyag deszkán, ami hát úgy nem viszi az élét. Forró vízben ne tegyék bele, mind az élvesztésnek az egyik idei jellemző, hogyha ilyen beteszik bele. Nem tudom. Azt megmondom őszintén, én sem tudom, de ez már régóta téma, hogy az valami jogból, tehát fölmelegszik, szóval azért kell egy hűtés alatt köszörülni, hogy ne melegedjen. És nem tudom, sokan csinálják azt, nem tudom miért, hogy ollót, késvégét, mit csinálnak vele, bedugják a gázlángba. Szépen megkékül, kész is. El lehet dobni az ollót, főleg kis ollókat, akkor egybe is lehet dobni, az már sose lesz jó. És mondjuk egy igazi zsebkés, vagy vadászkés, igen. Azt hogy veszi a kezébe? Hát némelyik egészen komoly darab. Hát az ember azokat szeretettel veszi kézbe, mert azok szép és jó dolgok, tehát minőségiek. Ebben az mindig szívesebben nyúl olyanhoz, ami tényleg ránézésre is látszik, hogy már minőség. Mert azért a kimunkálása, az látszik, hogy az most minőség, vagy egy ilyen félszerbe gyártod valami. Hányan vannak a szakmában? Hát az a legeszegen egyedül vagyok. Körmendén van még, és Sárváron legközelebb. Meg hát sajnos jövedelmezőség se olyan, ami hát annyira vonzana az embereket. Kuncsaft egyébként lenne? Hát van, csak ugye most megint azt mondja, a gazdasági dolgokra visszavezett, hogy minden drága. Most én nekünk drága a rezsi, az energia, minden. El kell kérni egy normális összeget, az viszont, ha már valakihoz többet, akkor azért már húzósabb. És hát ugye nehezen tudja kigazdálkodni, és akkor azt mondja, hogy hát elmegyek a c***ba, bocsánat, veszek egy, nem tudom, mennyit, 1-2 000 forintért. Mert azt nyugodtan lophatja a szemetesbe. Most ez, ha ott is van jó kés, de az már 3000 forintnál kezdődik, tehát azért így ez a különbség. És van-e utánpótlás, hogy mondjuk abba hagyja, vagy ne? Sajnos nincsen. Nincsen sajnos. Úgyhogy hát, befejezem akkor, azt hiszem, hogy Zalaegerszegen is be fog fejeződni. Mert dolgozni most már, főleg a koszos munkában senki nem szívesen áll be, hogy csinálja. A történet ugyanúgy végződik, mint manapság annyi más.
újabb és újabb mesterségek vesznek végleg a múltba.